אנחנו קוראים בספר כדבי רבש כרך ב' בעמוד 920. Rabas írásaiból olvassunk még egyszer a Héber könyvéből, második kötet. Mi a menóra meggyújtása a munkában? Ez a cikk címe. Nincs angol írásbeli fordítás. Tehát mi a menóra meggyújtása a munkában? אין האדם מסוגל להעריך שום דבר לפי חשיבותו, אלא לפי מה שהמקבל az ember nem tud magától elfogadni semmit az igaz értékének megfelelően. Tehát írva van erről, hogy a fény az mindenképpen áthatol a sötétségen, ami azt jelenti, hogy a sötétség, bár az nem lehet más, csak a hiány, és a hiánynak az érzékelésének megfelelően később fogja a fényt élvezni. Mondva van, hogy láthatjuk, Istennek hála, hogy az ember két lábon jár, és valóban mind a két lábára való lépést élvezi, hogy használhatja mindkét lábát és mindkét kezét, az egy boldogság az ember számára, és boldognak kell lennünk, hogy nekünk egy ilyen fontos dolog, hogy használjuk a két lábunkat, a kezünket, az adva van. Tehát például, amikor mi elmegyünk a kórházba, és láthatjuk, hogy Isten mentsen, vannak emberek, akik attól szenvednek, hogy le vannak bénulva, a lábuk vagy a kezüket nem tudják használni, vagy mind a kettőt esetleg, és akkor az ember azt mondaná, hogy valakinek van gyógyszere, és ha az valaki bevenné, akkor rögtön képes lenne ebből a szörnyű betegségből kigyógyulni, azaz képes lenne mindkét lábát és kezét használni, akkor el lehet képzelni azt a boldogságot, amivel ezek a lebénult emberek megélnék ezt a segítséget. El se tudnánk képzelni azt az örömet és boldogságot, amit ők ezáltal megélnének. Tehát ez azt mutatja, hogy amiben igazán hiányunk van, attól tudunk boldogok is lenni. És ez pedig azt jelenti, hogy csak a sötétség az, ami megadja az erejét a fény örömének. Tehát ez adja meg azt, hogy örömünk legyen. És itt van egy kérdés, hogy mi az igazság, hogy tudjuk használni a kezünket, a lábunkat, és hogy úgy, hogy mégis valami fontosnak érezhetjük ezt, és ne, és hogy ezért még mindig köszönetet tudjunk tenni a Teremtőnek, vagy azt mondjuk, hogy ez egy kicsi dolog, nincs lényeg, nem lényeges a számunkra, hogy ezt élvezzük, vagy nem élvezzük, ezt a viszonylag kicsi dolgot, mert ez az, hogy a dolog működik. Azaz, tehát mi nem tudjuk azt a dolgot igazán örömmel élvezni, hogyha nincs megelőtte a hiányunk minden a dologra. Tehát ezért Istennek hála, mi nem vagyunk lebénulva, ezért nem tudunk igazán örülni a lábunknak sem, vagy a kezünknek. És ennél fogva láthatjuk, hogyha még számolunk is önmagunkban, és hálát adunk a Teremtőnek azért, hogy valamivel rendelkezünk, mégsem érzünk igazi belső örömet, mert a fény legyőzi a sötétséget, és ennél fogva láthatjuk, hogy miért van az, hogy előbb-utóbb úgyis a jót választjuk az adakozásnak az erejét, hogy távol tartsuk magunkat a gonosztól, miután megízleltük a sötétséget egy valódi formájában, mivel az ember láthatta, vagy láthatja, hogy amilyen mértékben megtapogatja ő a sötétséget, képes majd érezni a sötétség erejét a fény örömén keresztül, amely kitölti majd ezt a sötétséget. Tehát innentől kezdve a kapni akarást uralmát nevezzük sötétségnek az ember felett, amit az ember sötétségnek érez, és csak azáltal, hogy az ember a sötétségben föllett zuhanásként él meg dolgokat, láthatja azt, hogy milyen a sötétségnek az íze,
mivel ő nem tud magától túllépni a kapni a kajáson, és ezek a zuhanások, amit az ember ilyen módon megkap az igazság útján való haladás közben az edényeiben, hogy érezhesse azt a segítséget, amit kap, és az embernek hinnie kell azt, amiről a bölcsek beszélnek, hogy meg kell tisztulnia, és tilos az embernek a belső csata elől elmenekülnie, mert menekül nem halad előre. Rav. Tehát az első kérdésem, workshop, mi van az, hogy az úton, az út mindig sötétsége kezdődik. Tehát először jön a sötétség, aztán a fény, aztán a sötétség. Tehát ilyen állapotokban vagyunk képtelenek előre haladni, és látnunk kell mindeközben, hogy élettelenek lennénk a fény hatása nélkül. Tehát miért van az? Tehát miért van az életünkben helye ilyen jellegű állapotoknak? Ezek az állapotok, ezek nyitnak teret a munkára. Tehát a sötétségben lehet a fénynek az erejét megérezni. Ez a fény tulajdonképpen előkészítése. Az egyik tulajdonságunk az a túlkerülés, mert ha nem lenne meg az, hogy túl tudunk lépni bizonyos dolgokon, akkor nem lenne megújulás. Ja, Niv. Tehát nyilván a sötétség az a választásnak is a helye, hogy az ember a kapnakarásával el tudjon jutni odáig, hogy egy belső választást tud végrehajtani. Az emelkezések és a zuhanások együttesen adják meg azt a teret, ahol meg tudjuk vizsgálni a munkát, és itt is tudjuk igazán elvégezni, itt tudjuk stabilizálni minden egyes alkalommal Ádámot megvizsgálni önmagunkban, és csak ezeken a cselekedeteken keresztül tudunk idejutni. A sötétség, mondjuk a srác, azon a szinten kezdődik, és ott érezhető, amelyben a legkényelmesebb látszólag belépni, az mindig sötétség, mert ez azt is jelenti, hogy onnan nem kapunk semmilyen eredményt. Tehát innentől kezdve a szabad akarat és a szabad választás az másképp nyilvánul meg. Annak érdekében, hogy érezzük a fényt, nekünk egy edényt kell mindenek elő stabilizálni erre, a hiány. Tehát ahogy a fény kiterjed a sötétség felett, először egy hiányt kell megragadnunk. Rav, mi az eredménye annak, hogy van sötétség és fény? Tehát mondjuk itt van a sötétség, az a baloldali sötétség, oda itt a Rav. A másik oldalon pedig van a fény, ugye az orr. Tehát a lehető legrosszabb állapotból tehát van a mínusz és a plusz, és ott van ugye a neutrális helyzet, a nulla. És hogyan érezhetjük belül, hogyan tudjuk megragadni belül ezt a sötétséget, hogy mi valóban be akarunk aludni. Tehát, hogyha én, és nem akarok egyáltalán felébredni, ez egy kiváló helyzet. Tehát még egyszer. Tehát ott el akarok aludni, anélkül, hogy valahol felébrednék. Ugye ez a bal oldalnak a legvége, és aztán mégis tudok ennek a helyzetnek örülni? Mit kell itt tenni? Hát aludjunk 12 órát, mondja valaki, mint tanácsot Ravnak. De akkor is alvás végső soron. És utána? Ezen túlmenően? Emek enni? Oké. Televízia.
Nem egy tévét nézni. De nyilván nem a Kabbala tévét nézem Izraelbe. Mi mást teszek? Milyen gyógyszer van a depresszió ellen az embernek? Iszik? Már alkoholizál? Ям заквар таногим заквар машу зло лиш кохал машу улай камкен беседер ям локи ям яхол лемеяк а тенгерпартра ott is valami örömér tudod ve magim le efes ken mai vdel ben és akkor csak elém a nullát et a kafa mashve mi a különbség amikor átlépem ezt a neutrális állapotot, hogy lehet ezt megragadni? Ezt a határvonalat, mi történik ezen a határvonalon? Hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogy már magamért tudok valamit tenni, de nem egyfajta egoista lépést, hanem megjelenik az erőm. Hát egyfajta belső sürgetés megjelenik. Na ott mi történik? Megjelenik egy új íz. Egy belső kitöltés. Egy sürgetés arra, hogy akkor a tízes körbe valamit tegyek. Ez most egy kabalistáról van itt szó egyébként, hogy mit tesz. Mi más még? Milyen fajta számítás jön még? Megjelenik az hozzáállás a többiekhez. Tehát akkor mondjuk egyfajta érzelem jelenik itt meg, egyfajta belső mozgás, ahol egy belső mozgás történik részben vagy egészében a fény irányába. Mi megújulás történik? Ez még nincs rendesen elrendezve. Akkor mit ajánlanátok? Próbáljátok meg ezt a fajta skálát nézni, és hogyan mozgunk a skálán, a balról jobbra, a jobbról balra. És független az állapotomban vagyok, ebben az állapotban, vagy abban az állapotban, honnan mozdulok el, merre, hogy viselkedek itt, hogy viselkedek ott, tehát hogy viselkedek az egyik állapotból való átmenetben a másikba. Nyilván az ember magától nem csúszik át. Na mindegy, folytassuk az olvasást, mondjam. Rajta. אז בתור 920 טור ב' נמצא. נמצא מה חסר לנו שאנחנו נהיה שמחים כמוהם? רק חושך. Tehát mire van szükségünk az annak érdekében, hogy boldogok legyünk. Csak is a sötétségre, azaz, nekünk érezni kell a sötétséget, és itt kezdődik, itt lehet föltenni majd a kérdést, a tény, hogy mi használhatjuk a lábunkat és a kezünket, az nem ragadható meg, mint valami nagyon fontos dolog, vagy mondhatjuk azt, hogy valami kicsiny dolog ez, nem értékes, annyira, hogy örüljünk neki, kész tényként kell elfogadni. Hogy ennek így kell lennie, akkor minek örüljünk. Tehát nem vagyunk kötelezve arra, hogy élvezzük ezt, nem érezzük a dolognak a fontosságát, vagy még egyszer, hogy valóban szükségünk van arra, hogy megköszönjük a Teremtőnek, hogy nem vagyunk lebénulva, és hogy megadta nekünk a boldogságot ezen keresztül. És láthatjuk, hogy mi számításokat végzünk önmagunk irányába, és köszönetet mondunk a Teremtőnek, de mégsem tudunk boldogságot érezni, mivel a fény az ugyan legyőzi a sötétséget, de innentől kezdve látnunk kell, hogy a szabad döntés, hogy a jót válasszuk,
az adakozást, és gyűlöljük a gonoszt, az nem könnyű, miután nekünk a sötétség íze van a szánkban, azaz tilos a sötétséget a valódi formájában felmutatni, hiszen amikor az ember a saját gonoszságát kiterjeszti, és úgy azonnal el tud kezdeni visszatérni a gonoszság oldaláról, hogy ez korrigálja is. Tehát a kapni akarás az kontroll alá vonja az embert, amikor a sötétség oldalára fordul, és akkor az ember ezt nem is érzi, hogy sötétségnek, csak akkor, ha erőfeszítéseket tesz arra, hogy valóban a süllyedésen és emelkedéseken keresztül az állapotát annak valódi mértékében érzékelje, és így megízlelje a sötétségnek a valódi ízét. De nyilván ezen nem túl egyszerű túllépni. Tehát ezek a süllyedések és emelkedések, amit az ember megkap, hogy keresztezze az igazság az útját, az embernek nyilván egy segítségre van szüksége, és nekünk hinni kell a bölcseink szavában, akik azt mondják, hogy az, aki megtisztul, azt tud irányulni megfelelő módon, és ilyen módon, amikor az ember látja, hogy nem halad előre, mert a sötétség megrekedt, akkor nagyon gyakran megjelennek a belső kémek, akik sugdosnak a fülébe, hogy ez nem a te bölcsességed, ne haladj ebbe az irányba. Az emberek meg kéne értenie, hogy minden egyes alkalommal, amikor ezt a hibát látja az ember, akkor mégis olyan tud túllépni és előre fele haladni. Tehát, hogy nyilvánvalóan azért jut eszébe ezek a sötét dolgok és gondolatok, mert ez egyetlen edény, amit el tudott érni, a sötétségnek az edénye, hiszen az edényt mindig a fény kitöltésre való, fény által kitöltésre való vágynak nevezzük. Tehát az embert ilyen módon fogja meg a sötétség, és amikor az ember nem lehet előre a munkában, és ezért el akarna szökni a harcmezőről, akkor ez nem igaz helyzet, miután látnia kell minden egyes alkalommal, hogy milyen távol van a fény kitöltéséről, és valóban ezt hívják az adakozás erejének, és hogy az ember képtelen az adakozást elérni önmaga által, a saját erejéből, akkor el kell jutnia oda, hogy érezze, hogy a világ sötétté válik az ő számára. Tehát segítséget kell kapni a felülről, ahogy ez mondva van, az, aki meg akar tisztulni, az irányulni is tud. Amikor az ember megpróbálja, lényegtelen, hogy milyen állapotban van, megpróbálja kutatni, keresni, megérteni a helyzetet. Amikor a fizikusok kutatnak valahol, türelmet próbálnak megragadni. Tehát nem hallok, nem látok, nem tudok tenni semmit. Nyilván az azt jelenti, hogy a helyi pillanatnyi állapotot nem vagyok képes rendesen felfogni. Tehát végsősoron látnunk kell, hogy meg kell próbálni ezt a vizsgálatot elvégezni. Ez nagyon, nagyon nagy segítség is. Tehát a menóra az pedig az, hogy a fény ragyogjon a test felett, és ezt jelképezi a teremtőnek a gyertyáit jelképezi az ember testében, hogy és a teremtő gyertyá az ember testében a lelke, ez azt jelenti, hogy a teremtőnek a gyertyája az, tehát a lélek az a teremtő gyertyája, és ezért mondjuk azt, hogy az embernek el kell érnie a nesemát, a lelkét, tehát el kell érnie a vágyát az adakozásra, és ez tekinthető úgy, hogy a lelke, az, ahogy a Szent Zohár mondja, megjelenik az emberben, azaz, amikor meg akar az ember felelni és irányulni akar, a Szent Zohár mondja, hogy hogyan tudunk megfelelően irányozni önmagunkat a Szentlélek irányába, hiszen felülről az ember megkapja a lelket, mivel a teremtőnek a lelke öltözik a testre,
amikor a lélek belép a testbe, kérdés, hogy milyen állapotban, tehát milyen állapotban kell, tehát mi az az állapot, amire az embernek lennie kell annak érdekében, hogy segítséget kapjon felülről. Ez egy kérés tulajdonképpen, a kapcsolatra irányuló kérés. Tehát össze kell kapcsolódni a barátokkal. De egy ellentétes állapot is egyben. Tehát az embernek meg kell érteni, hogy teljes egészében a sötétségben van. Tehát és minden sóvárgásával, az adakozásra kell megjelenni a szándékkal, hogy legyen ereje is ezt megtenni. Amikor az ember érzi, hogy képtelen elérni az adakozásnak az erejét, a saját erejéből, tehát amikor az ember valóban akarja tehát teljesen szükséges, hogy az embernek legyen ereje megtenni ezt, hogy érezze valóban a segítség szükségességét. Tehát egy erőfeszítést tegyen arra, hogy helyes módon tudjon összekapcsolódni a többiekkel, és nyilván ez a fajta erőfeszítés, ez egy minőségi erőfeszítés kell legyen, tehát kvalitatív, és így tud az ember helyes reakciót kifejleszteni. Tehát minden erőfeszítés meg kell tenni, hogy összekapcsolódjunk, mindent a saját erejéből csinál. Tehát az embernek egyre közelebb kell kerülnie ezáltal ahhoz a helyhez, hogy fel tudjon sírni, és valóban érezze a hiányát a kapcsolatnak, és annak, hogy egyedül nem tudja ezt elérni sem, mert szüksége van felülni egy segítségre. Tehát nyilvánvalóan a kölcsönös imából kell valamilyen módon eljutni ide. Tehát az embernek nyilván a saját kollektőjeknek kérne saját kapcsolatát, és akkor megjelenik a valódi hiány, amit képes lesz majd az ember kitöltetni. Van az embernek csalódnia kell az állapotában, és tudnia kell, hogy miért kell összekapcsolódnia, azért, hogy a fény befolyásolja. A lelket a testben hívják a teremtő gyertyájának, ami azt jelenti, hogy mielőtt az ember felülről megkapná a kapni akarás megvilágítását, csak a kapni akarás marad a testben. A lélekkel költözik az adakozásnak az ereje a testbe. Tehát nyilván, amikor az adakozás ráöltözik az ember, ez olyan, mint a gyertyafény ráöltözne. Tehát akkor a teljes kapnyakarás lesz tulajdonképpen az ereje az olajnak, ugye először már tanultuk a makabeus háborúval kapcsolatban. És de addig, amíg az ember eléri, hogy segítséget kapjon fölülről, addig az ember sötétségben van. És minden egyes alkalommal, amikor túl kell lépni a sötétségen, akkor a fény, a test a teljes cselekedetével együtt gyakorlatilag a mennyeket kezdi el majd szolgálni, az emelkedések, a süllyedések szintén, tehát a menórának a fénye az ez a láng, ami a menórából árad, ez a belső megvilágítás, tehát az ember hogy tud túllépni a saját testén, és az egészért dolgozni. És akkor bizonyos szintről kell érezni az embernek, hogy miközben a menórával dolgozik, hogy örömet okozzon a teremtőjének,
השכל מחייב שבזמן שהתגבר והתחיל ללכת בדרך annyival az értelem szükségszerűen érinti meg az embert, hogy az ember az úton haladjon, és minden zavarodás érdekében használjon fel. És ha ez így van, akkor a munkának egy bizonyos pontján a megszerzési vágy erejét érzi az ember, hogy uralkodik a vágyain, még egy másik pontján az adakozást kezdi érezni. Az időről időre újra és újra megtörténik. Ez szinte egy végtelen munka. Tehát az embernek előre kell haladni a munkában, és ez a jele annak, hogy tehát az embernek be kell fejeznie mindazt, amit el akar érni, és mindent a mennyek érdekében kell cselekednie. Azonban itt egy ellentétes dolog jelenik meg, amikor az ember ezt akarja látni, akkor kimondja azt, hogy én akarom, ami azt jelenti, hogy még a menora fényét is ő egyedül akarja megszerezni, azonban ez nem az emberért van. Ezért mondjuk azt, hogy még a menora fényével együtt is van zuhanása a munkában. De hogy az ember emelkedik, az annak érdekében történik, hogy lássa, hogy miért foglalkozik valaki a menórának az erejével, mert az összes emelkedés pontján megerősítést kap az ember a munkában, és tudnia kell, hogy a megerősítés az mindig a sötétség idején érkezik meg. Tehát nekünk fel kell gyorsítani az időt. Ez a süllyedés idején történik, egy hosszú idejű sütettség például, akkor az nagyon nagy intenzitást adhat ahhoz, hogy meg tudjuk tenni azt, hogy kérni tudjuk segítséget felülről. És az egyetlen dologról, ami a fejlezónásokat meghatározza, az az, hogy mennyire akut a sötétségben való tartózkodásunk. Tehát inkább rövid időve ideig, de nagy intenzitásra érezzük a zónást. És ez pedig a szociális támogatástól függ, amit a közösség ad az embernek, mert az ember alapvetően felnyitja magát a zuhanásra, és megpróbálja magát megerősíteni, és hogy megpróbálja érezni a támogatást. Mert a fény legyőzi a sötétséget, mondják a srácok, olvassák tovább. Tehát az ember nem mondhatja, hogy az adakozás munkája ez nem az enyém, mert ezt nyilvánvalóan a zuhanások és az emelkedések idején is látni kell, hogy lehet felemelni a gyertyának a fényét, és ez az, ami megmutatja nekünk, hogy valójában minden emelkedésben van, és nincs zuhanásban egyáltalán semmi. Tehát minden csak úgy tekintendő, mint a zuhanásban lenne, azonban az embernek nyilván kvalifikálni kell bizonyos dolgokat, hogy még többet tudjon és érezzen, és ez az adakozás munkája, és ez a menórának az ereje is egyben, és itt bukkan fel a kérdés. Hogy lehetséges az, hogy Mózes az ilyen mértékben fölött emelkedni, hogy a Teremtő megmutassa neki a hatalmas és igaz belső menórát, hogy ez a gyertya tartott, és ezáltal a Teremtő megmutatta neki a menórának az összes cselekedetét is, és ez egy kérdés volt Mózestől, hogy és a Teremtő azt válaszolta neki, hogy én ezt veled végrehajtottam, de miért tett ezt a Teremtő, és mind keresztül? Nyilvánvalóan a menóra az aranyból alakul ki, amely Mózes lelkében volt, és ez így működik. Tehát ez a Teremtő által lesz létre, az a belső gyertyatartó, és innentől kezdve meg kell értenünk, hogy mit mond ez a történet nekünk, a menóra munkája. A menórának a lényege a test kezében van, és a szentségé való munka az kettős, tehát az embernek
Meg kell gyújtani a gyertyát, hogy ez mint egy ilyen, de nyilván nem úgy, mint a villanykörtét a fizikai világban, tehát az emberek a saját természet ellenében kell felgyújtani a gyertyákat, és hogyan tudjuk azt mondani, hogy Izraelnek az általánossága a menóra munkáját végzi, hogy a menóra lángolása az valóban a saját természetében ellenében gyulladjon meg, mert az a teremtőnek a fénye. Tehát itt emelkedik fel a kérdés, hogy a menóra az olyan dolog, amit csak a teremtő tud megtenni. Mi azt hiszem, hogy mi tesszük meg. Mi meggyújtjuk a gyertyát, és az összes többi dolog, mi történik itt? Tehát két... Tehát az embernek nincs saját ereje semmihez. Tehát akkor mi a különbség a menóra között, hogy a között, hogy a valóban a... És ami világos, hogy a teremtőnek a munkája menórával kapcsolatosan, és mi az, amit nekünk kell megtennünk. Tehát próbáljuk meg ezt a munkát itt ilyen értelme szétválasztani. Tehát mi a különbség a menóra és az összes többi dolog között, ami a menórával van kapcsolatban? Tehát az egész edény, amit mi korrigálunk, amit az asztalra teszünk, tehát az angyalok ugye megáldják, ugye, hogy a szentség, a kod is megjelenjen az asztalon. Tehát nagyon sok dolog van itt, amit helyes módon kell rendezni, de miért pont a menóra volt a kérdés Mózes szempontjából is? Ezek annak is fontos, aki nem ismeri igazán a Tórát, mondjuk. Na, Nif, talán tudja, te tanultál itt róla. Rajta, mindenki gondolkozol ezen? A menóra, mondja Nif. Tehát mi a mi munkánk? Mi az a különleges munka ezzel a menórával? Amikor világos a számunkra, hogy a teremtő mondja, hogy te teszed, amit tenned kell, és én befejezem a munkát, mondja a teremtő. Tehát ez egy világos parancs. Tehát idáig te teszed, innentől meg én folytatom, mondja a teremtő. Hogyan tesszük mi meg a saját felünket, a saját félségelünket, hogy a teremtő oda tegye a másik felét? Az én felem, az nyilván azt jelenti, hogy nekem erőfeszítéseket kell tennem, hogy megteremtsem az edényt, és a menóra az a válasza az imára, hogy a teremtő megjelenjen az adakozás edényeinek a feltárásával. Janiv? Tehát nekem a kapcsolaton kell dolgoznom, hogy elérjem a helyes hiányt. Tehát minden önvizsgálat, minden dolog után nem tudunk egyesülni. És ez a hiány az, ami nyilván felülről kell, hogy valami fajta kielégülést kapjon, és ez nyilvánvalóan az ima az akkor a hiány, a imára érkező válasz, fény, az pedig a kitöltés. Tehát akkor hogy építjük fel ezt a menórát? És nyilvánvalóan a teremtő csak akkor fog nagyugni, mi megteszünk azt, hogy elkezdjük kiépíteni, és egyrészt segít befejezni, másrészt pedig meggyújtja. Most csak a kezét emelte föl. Tehát a munkának a neheze a teremtőjé. Tehát nekünk van az imánk. Tehát mit próbál meg elérni? Ez egy nagyon fontos dolog. És a győzelem, az nem rajtunk múlik. Nyilvánvalóan a menorának a használata is, a menora erejének a használata is be van határolva. Tehát nekem nem lehet kinyitni az ajtót, és mindenkinek megmutatna velem történő csodát, hanem az csak az enyém, mert nyilván nem használtam az egoista vágyaimat sem. A menóra előtti dolgok nyilván valamifajta korrekcióval függnek össze. Tehát az első korrekciója az adakozás edényének, az valóban egy csoda az embernek, mert ezt nem tudja egy idő megtenni, és ezért van szüksége valóban a teremtő segítségére, mert mi van az ember számára lehetőségként az ember kezében?
A teljes munkánk az egy erőfeszítés, hogy kiépítsük a menórát, az edényt. De ez nyilván nem a mi képességünkkel függ össze, ezért, hogy az imára választ tudjunk kapni, ehhez valamilyen módon össze kell kapcsolódnunk. Tehát addig, míg érezzük azt, hogy van egy képességünk, hogy ki tudjunk lépni a kapni akarásból, ahhoz éreznünk kell belül, hogy lehetetlen kilépni, hogy valóban túl tudjunk lépni a saját erőnk hiányán keresztül is önmagunkon. És ezért itt az a, ez a munkaterület, nekünk kizárólag a kapcsolaton kell aggódni, látnunk kell, hogy ez még nincs ott, nincs más mód, hogy ezt megtegyük, csak is a Teremtő segítségével fog ez megtörténni. Erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy összekapcsolódjunk, hogy az ember meg tudja tenni a saját részét, és hogy megértse az elveket, hogy milyen erővel kell a menóra, a gyertyatartó fele fordulni, milyen fejlődésnek kell megtörténni. Következő srác, mi előkészítjük az olajat a belső mécseshez, és jön a fény felülről, majd ő azt pedig helyre rakja ezt. Nem tudok ezzel nagyon mit hozzátenni, mondja a következő srác. Van valami tiszta dolog a menorán, a gyertyatartón, ami ugye mi tudjuk, hogy hogy működik ez, hogy mécsesek vannak, a mécsesben van olaj, gyerty, van benne kanót. Tehát nyilvánvalóan nekünk mindent meg kell tennünk, hogy minden eszköz, minden együtt legyen a mécseshez, és akkor a Teremtő majd összerakja ezt bennünk. Azaz, olvassák talán a cikket, a Teremtő az, aki szembefordul az emberrel, szemben áll, és az ember látja, hogy minden egyes alkalommal meg kell alkotnom a Teremtő képét önmagamban, és ezt a testnek el kell fogadni, a test a vágyakat jelenti. Nyilván ez nem ragyoghat az embernek a saját érdekeiért, ez kizárólag a Teremtőért ragyoghat. Azaz a hét gyertya, ami a menorát képezi, a hét, az a hat napot és a sabatot jelképezi, az a szombaton jön meg a lelke, a léleknek az ereje, meggyújtja a menórát, és nyilvánvalóan a menórával szemben maga az Isten áll, tehát az embernek túl kell lépnie a saját előnyein, és ez nem a saját előnyére, hanem a Teremtőnek való örömokozásáért kell tennie. És itt valóban el van magyarázva, hogy miért mondja azt a Teremtő, hogy ez a cselekedet, a menóra az a cselekedet, tehát egy hatág, egy hétágú gyertyatartó megjöntése, rab megállította, tehát mi az, ami teljesíteszi a munkánkat, hogy amikor befejezzük a felkészülést, az valóban érezzük, hogy a Teremtőnek a Teremtőért történik minden. Miért mondja azt a Teremtő, hogy együtt? Tehát miért mondja azt a Teremtő, olvassátok a cikket, tehát nekünk el kell tudni itt magyarázni a menorával kapcsolatosan, amit a bölcseink mondanak, hogy a Teremtő nem mutatta meg Mózesnek a teljes cselekedetet, ami a menorával kapcsolatos. Ezért merült fel a Mózesben a kérdés, hogy miért a Teremtő építi a menorát, és a Teremtőnek az igazi válasz az volt, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Tehát az embernek még akkor sem nincs íze a szájában, hanem csak sötétséget érez, de ha látja a Teremtő fontosságát, ahogy a Teremtő fontos, hogy közelebb kerüljön hozzá, és fontos az adakozás, akkor megjelenik a fény. Mi a sötétség, mondja Rab, és mi az a fény, amiről itt beszél? Röviden, beszéljétek meg, workshop, ugye? Tehát mi a sötétség, és mi a fény, amiről itt szó van? Nekünk el kell magyarázni, hogy a fény mindig kiterjed a fény felett, és nyilvánvalóan ez azért van, hogy az ember megízlelhesse a sötétség és a fénynek az erejét, és ezzel megkaphassa a Teremtő fontosságát, úgy, hogy megkapja az adakozásnak az erejét. Oké, akkor mi a... Tehát mi az a sötétség, és mi az a fény, amiről a kabbalisták beszéltek? Tehát mi a menóra, a gyertyatartó, és mi a menórának az elkészítésében az embernek és a Teremtőnek a munkája? Tehát mi a fény? Definiáljátok, mi a fény, mi a sötétség?
Ez egyfajta vágy, ami megjeleníti az adakozást, hogy miben van hiányunk. A sötétség és a fény, mondja a srác, az a teremtő és az ember távolságával határozható meg. Niv. Hogyha én érzem, hogy az adakozás az valami jó, és az én kapnakarásom az nem jó, akkor nyilván egy íz lesz az eredménye mindennek. És ez jelenteti azt, hogy most én az a kapnakarás erdénybe zuhantam, vagy az adakozás erdénybe. A sötétség az a teremtőnek a hátulja, vagy a következő szint, teremtők elérése a következő szintjének a hátulja, és ezért a sötétség, amikor az ember érzi, hogy nem tud tenni semmit, meg se tud mozdulni, hogy valami fajta munkát végezzen a teremtőért, ez ember mindig a saját előnyéért dolgozik. A fény és a sötétség aktuálisan egy fontosságot ad, hogy az embernek mekkora fontossága van az adakozás minőségének. Az adakozás fontossága a fénynek az érzékelésével függ össze, hogy az ember tényleg érezze az edényeiben, hogy a sötétséget, amely nem más, mint a kapni akarás a megszerzés érdekében. Tehát következő, hát én egyszerűen közelebb akarok ezt kerülni. Tehát én tudom, hogy az adakozás ellentétes az egóval, és közelebb akarok kerülni. Ez mind a sötétségből jön. Akarom vagy nem akarom, nyilván itt több fázis is van. Rav. Mi fordítja a sötétséget fénybe, a fény pedig sötétségbe? Mivel a sötétség nem is létezik, mondja Rav. Mindent a fény tölt ki, hát tudjuk. Ne az illusztrációt nézzétek el, most nincs köze ehhez, mint Rav rajzolt. Tehát ki és mit, és mi által tudja a sötétséget fénybe fordítani, és fény pedig sötétségbe. Hogy történik ez meg? Hogy lehet sötétség egyáltalán? A teremtő, mondja, Sáj. Tehát ő ad valami új vágyat, amiben még nem vagyok képes érzékelni a fényt. Nyilván ez az élet értelmének a tehát annak a kérdésnek a feltevésével függ össze, feltételével függ össze, hogy mi az életértelme. Amikor nem az érzi az a zuhanást, az nyilván mindenkinek az a saját személyes belső érzése. Nem feltétlenül zuhan, hanem abban az edényben nem képes a fényt érzékelni. A sötétség az úgy lesz, úgy fordul az emberben sötétségbe a fény, hogy például elveszíti az önbizalmát a bizalmát a barátaiban, és utána az egész helyzetet felülről rendezték így el, neki tulajdonképpen erőfeszítéseket kell tenni, hogy legyőzze ezt a fajta sötétséget. A sötétség az egy új vaskosság, ami föltárul. A kapnakarás egy új szintű megnyilvánulása. Nyilvánvalóan ez egy meghívás felülről, hogy még nagyobb összetapadás legyen, még nagyobb dvekut, a teremtővel való összeragadás történjen meg, és ez egy új helye a munkának, a barátokkal való kapcsolatban. Az erőfeszítéseken túlmenően, a sötétség érzékelésén túlmenően, ez egy hívás, egy meghívás a feltárulásra, az arc feltárulására, a teremtővel való még nagyobb kapcsolatra. Ez a sötétség. Tehát a sötétség és a fény az egy, és az ember kapcsolja ki be ezt. Tehát az ember keresztül megy mindenféle zavarokon, szinteken, amelyek személyes megnyilvánulások. És nyilván mindeközben még több erőfeszítést tesz, hogy bekapcsolja a fényt, hogy ez ragyogjon felette, és ő még érzékelje is. Nyilvánvalóan ehhez az kell, hogy ő valóban érzékeljenek az erejét.
Nyilván, hogyha az embernek nincsen szűrője még, maszakja, akkor nem érzi a formaegyezést a fény és az egyeny között, és abban a pillanatban, amikor megjelenik a szűrő az adakozás érdekében visszavert fény felemelésére, akkor egy új edény fog keletkezni az adakozásnak az ereje. Rav. Hogy történhet az meg, hogy egy kicsi gyertya olaj, hogy ami kiégne egy nap alatt, az mégis 8 napig ég. Tehát hogy történt ez meg? Tehát hogy lehet az, hogy a makabeus háborúban valóban 8 napig kitartott ez a belső olaj a gyertya a mécsesekben? Tehát hogyan tudjuk növelni? Ugye 620-szorosára, ahogy azt tanuljuk, hogyan tudjuk, hol... nyilván a törésen keresztül, úgy, hogy a makabeusok is hatalmas vágyakat kevertek bele a dolgokba, tehát hogyan tudjuk elérni azt, hogy ez az olaj, ez elég erős legyen, elég ereje legyen, hogy kitartson. Tehát rajta próbáljátok meg. Nyilvánvalóan ők összekapcsolódtak a görögök ellenében, ugye ez volt a makabeusi háborúk idején, tehát és nyilván mindent összegyűjtöttek annak érdekében, hogy egymás felé adakozni tudjanak. Ugye mondták, hogy nem rajtad múlik, hogy befejezi az Isten a munkát. Tehát a lényeg az, hogy az edény mérete az, hogy az, hogy valóban itt az embernek a teremtővel való kapcsolata is megadja azt, hogy a teremtő mennyire terjeszte ki az edénynek a méretét. És ez a katnut állapot, a kicsinség állapota, amikor az ember befejezi végre az önmagára irányuló játékot, akkor örökkéiséget találunk. Mert mihelyt az edényeimben lévő hajtóanyagot, azt mások szeretete felé fordítom, a gyertya végtelen erejűvé válik. És itt van a csodának a lényege, ami túllép az emberi természetem, mert ez kizárólag a kapcsolatból jön elő. Amikor az ember érzi annak a szükségszerűségét, hogy valóban a teremtőtől kell segítséget kapni ahhoz, hogy ez az egész feltárulhasson benne. Próbáljuk meg. Talán a hitkalelut, az integráció, az egymásba foglaltatottság, amikor mindenki integrálódik a többiekbe, és a többiek pedig belém integrálódnak, lehet, hogy egy ilyenfajta kapcsolat jelenhet meg, egy olyanfajta szeretet, hogy a fény ragyog rajtunk. Nyilván itt a 8 nap az a 8 szférával áll szemben. Tehát amikor az ember eljut az adakozáshoz, az adakozás érdekében, ugye a bína erejéhez, akkor ez maga a korrekció. Rav. Tehát hogyan van, hogy ez a vaskosság, amit a görögöktől kaptunk, ugye tehát ez valaki görögé akar válni, azaz szeretne megszerző lenni, hogy ez hajtóanyag legyen. Hogyan válik ez hajtóanyaggá? Ez egyfajta kapcsolati pont folyamaton keresztül. Hogy az ember meg tudja szerezni ezt az aviútot, ezt a vaskosságot, át tudja adni aztán ezt az adakozásnak. A tény, hogy cselekedeteket hajtunk végre, hogy a célhoz kapcsolódjunk, hogy valami fajta manipuláció jelenjét meg, hogy keresztül tudjunk menni különböző vizsgálatokon, a
és hogy valóban egy hatalmas erőt kapjunk arra, hogy a láng ilyen hosszú ideig éljen. Ez nyilvánvalóan a két vaskosság összecsapásán múlik. A görögök vaskossága, ugye a vágyainak a nehézsége, a megszerzési mélysége adja a menórának az erejét, mert ugye az, amit kikorrigáltam a menóránál, a teremtő segítségével, ez adja a kiterjedését annak a fénynek, amit a menóra fény ad. Tehát a bűnösség szó héberül, ugye egy másik héber szóból származik, tehát hogy az ember képes legyen az értelme fölé emelkedni, hogy megértem, hogy minden az adakozás ellenében jön, tehát az egónak ezer trükkje van, hogy az ember ne tudjon korrigálódni. És a dát, ugye az értelem, az egy különleges nem létező szfíra, aminek csak a helye van meg az életfán. Hát nyilvánvalóan ez az értelem mindent meg fogja akadályozni, hogy rajta ne kerüljön túl az ember, ne lépjen túl az ember rajta. Mert az értelem hajtó ereje az önszeretet, az önzés. Tehát innentől kezdve azok a gondolatok, azok az erőfeszítések, amit aztán megpróbálunk ennek ellenében megtenni, ezek adják azt az erőt, ami a gyertya olajnak az ereje. Tehát itt Dudi Aharoni, nyilvánvalóan a kapcsolatnak, ami a hiány, ami egymástól való leválás jelentette, ez tulajdonképpen ennek az ereje hívja magára azt a fajta fényt, ami aztán az egész folyamatot berendíti. Tehát mi megkaptuk a görögöktől a kapni, akkor ásom, hogy a kölköztet, és nekünk korrigálni kell. Úgy, ahogy József el akart menni Egyiptomban azért, hogy felemelje a Malkutot a Bínához. Malkutot a Bínához. Olvasd, mondja rab. Ulam Moshe Sa'al. És hogy tehette fel a Mózes a kérdése? Nyilvánvalóan neki a szén és a sötétség közötti megkülönböztetésre kellett irányítani önmagát, és láthatod, hogy a sötétség soha nem fogja legyőzni a fényt. Így hát valóban a sötétségnek van ugyan íze, de mégis nyilvánvalóan soha nem fogja legyőzni a fény. És mert a fény mindig le fogja győzni a sötétséget, és amikor sötétségbe kerülünk, akkor nyilvánvalóan meg kell ragadnunk ezt a fajta új valóságot, hogy az adakozás fénye így is úgyis áthatol majd ezen a sötétségen, és ez az, ami a teremtőnek a válasza volt Mózes számára, hogy az arany és a tűz együtt fogja a menórát majd kialakítani benned, mondta Mózesnek. És ez valóban így van. Mózes véleményével egyetértve a teremtő megmondta, hogy nem áll az embernek a lehetőségei között az, hogy ezt az alakozási erőt kiépítse magában önmagától. És amikor az ember fölteszi a kérdést, hogy hogyan lehet az adakozásnak az erejét elérni, nyilvánvalóan csak miután az ember kirúgja a kapni akarását önmagából, jelenti azt, hogy a menóra megjelenik a testben, hogy valóban az ember szemben áll magával a fizikai menórával, amely a teremtőt jelképezi. Tehát a menóra, a fizikai gyertyatartó, az fölé emelkedik az embernek, és a teremtő akkor megadja az embernek az adakozási edényeknek az érzékelését a megszerzési edények felett. És Rabos elmagyarázza ezt a számunkra, hogy a menóra, ugye az ugyanúgy kell föltenni az emberek a kérdést a menórával kapcsolatosan, mint Mózes, hogy ki csinálja a menórát, és ugye a teremtő megválaszolta ezt Mózesnek, hogy minden, ami történik, az valójában csak emelkedik, és semmi nem zuhan, és ez a fajta állandó emelkedés, ez akármilyen mélységben érzed magad, föl fog emelni. Na, ha van kérdés, van még néhány percünk. Gyorsan. Akkor Terenc fog kérdezni. Tehát ön azt mondta, hogy a környezettől kell támogatást kapnunk. Mit jelent az, hogy
az ember felöntje magának a sötétséget, vagy mi? Nem, ez egy feltétel. Hát hogyan lehetne a környezet nélkül? A környezet nélkül nincs is edényed. Miről beszélünk itt? Tehát nyilvánvalóan még az aranyos tudod összegyűjteni. A kapni akarás önmagában azt integrálnod kell, az általános kapni akarásból ki kell tépned egy részét, az egy hatalmas egó van minden mögött, és nyilvánvalóan a másik oldalon van a sóvágás a teremtő irányába. Ezt az ember nem tudja egyedül kifejleszteni ezeket a különbségeket és kérdéseket. Oké, de amikor én ábrázolom a fény győzelmét a sötétség felett, akkor nyilván hogy építem ki? Milyen, mire gondolsz? Erre a rajzra gondolsz? De miért a... Tehát itt nagyon sok dolgot látom. Természetesen a kapcsolat, a csoport, a tanítás, a teremtőnek a nagyszerűsége. Ezt mind hozzáadhatnád még itt ez a rajzhoz? Én azt reklamáltam, hogy a Hóka nem értettem az elején, hogy miért nincs itt az ember a kapcsolat. De az a lényeg, hogy van a sötétség meg a fény. De én nem tudom, hogy ide rajzol, hogy milyen fajta boldogságról beszélünk. Tehát minden nem lehet egyetlen rajzba leírni, lehetetlen. Ezek egy belső megkülönböztetések, és ezeket nyilván utána magadnak kell írni tovább benne a szívedbe. Oké, de itt van egy cikk, amely a sötétség legyőzéséről szól, nem? Tehát akkor... Igen, de neked nem sovárognod kell erre. Oké, de akkor mit jelent az, hogy én a sötétség legyőzését, vagy elérésére törekszem, hogy megjelenjen a sötétség? Azért, mert minden a teremtő által van végrehajtva. Tehát ez mind azért van, hogy az ember felfedezze az, hogy nincs a saját erejének semmi... Tehát nulla ereje van az embernek, hogy szüksége van az Istenre. Az egész a képtelenségedet adja meg, hogy te mennyit tudsz tenni, ez jelent a sötétség elérését. Tehát itt a sötétség nem azt jelenti, hogy egy ilyen magányos, remegő sötétben ülsz, hanem arra, hogy rájössz, hogy egyedül nem tudsz tenni semmit, nem tudsz megtenni semmit az Isten nélkül. Ezért van az egész sötétség érzése. Tehát, hogy nyilván erőfeszítéseket tettél, és mégis sötétség van, és felfedezed magadban, hogy mennyire ellentétes van a teremtővel, és mennyire szükséged van rá. És amikor ezt a pontot eléred, onnantól kezdve rá fogsz, hogy nincs is sötétség, mert az egésznek ez volt az értelme. Oké, na most megpróbáljuk a mikrofont passzolgatni egymásnak. Az utolsó mondat, amit olvastuk, ezt én nem értem, mondja Sát. Hogyan lehetséges az, hogy kidobjuk magunkból a megszerzési vágyat? Igen, mire gondolsz, mondjad. Tehát látod kell, tehát, hogy a fáraón kell túlemelkedned, nyilván ez egy hatalmas erő. Na de hogyan tudom ezt megtenni? Le kell válnod róla először, de egy olyan formában kell leválnod, hogy a megszerzési formáról kell leválnod, amin keresztül láttad a fáraót. És a túlemelkedés azt jelenti, hogy nyilvánvalóan mi a fölülemelkedés nevezzük úgy, hogy kidobtad az életedből a kapni akarást.